Szeretnél te is hosszú órákig tartó sétákra indulni a kutyáddal, de kényelmetlen külön-külön vizet, vizes tálat, kaki zacskót és egy kis uzsonnát is csomagolni neki? Itt a megoldás. A maratoni séták támogatója a Pet Corner. www.petcorner.hu. A mai napon a közép-ázsiai juhász kutyákról fogunk beszélgetni három tenyésztővel, Bali Péterrel, Szűcs Lászlóval és Deák Mihállyal. A beszélgetés apropója az, hogy nagyon nagy az érdeklődés a közép-ázsiai juhászokkal kapcsolatban. A Dokasz TV-n vannak anyagok, de a tenyésztői interjú csak egy, és úgy gondoltuk, hogy ha az érdeklődés ilyen szintű, akkor teljesüljön a nézők kérése. Jelen pillanatban Bali Péterrel beszélgetünk, és a többiek hamarosan be fognak kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe. Péter, mióta tenyésztenek közép-ázsiai juhászkutyákat? Egészen pontosan januárban lesz 2 éve, hogy a fajtával is foglalkozunk, ezzel a fajtával is foglalkozunk. Elsősorban László az, aki a fajtát úgymond a társaságunkba behozta, és megszerettette. Milyen fajták vannak még? Bocsánat, hogy így közbe szóltam. Hivatalosan a kaukázusi juhász a másik fajta, amivel mi foglalkozunk. Nem hivatalosan pedig most már van kangal is. Hát nem a kenelünkben, de tulajdonunkban, és igyekszünk erről a fajtáról is mindent magunkba szippantani, mindent a lehető legjobban kiismerni, de ez még tényleg nagyon kezdetleges. Az ázsiai és a kaukázusi az, ami a fő irányvonala a kennelünknek. Értem. Mi a kennel nevük, hogy azért ezt is tudják a nézők? A kennel nevünk az a Mordante Ócsarka kennel, ami a Mordante harapost jelent, már nem is tudom, hogy milyen nyelven. Az Ócsarka pedig az Ócsarka szóból született, viszont nem általunk, hanem amikor leadtuk az FCI felé és a szövetségünk felé is a kérelmünket a kennelnév kiváltásra, akkor ez meg is érkezett, és hivatalosan bejegyezve Mordante Ócsarka néven lettünk. Hát akkor komolyan hozzáértő emberek adhatták ezt a névverziót, de hát van ilyen, ezek szerint még egy kutyás szövetségnél is. Én nem akarom okvetlenül rájuk fogni, már nem tudom, hogy melyikön kézírása lehetett a papíron, azt se tartom kizárnak, hogy az elolvasással mi szenvedtettük őket. Így alakult, úgy gondoljuk, hogy ezzel nekünk nem kell foglalkozni, nem ez lesz a mérvadója a tervezett munkánknak. Világos. Péter, szerintem kezdjük azzal a kérdéssel, ami leggyakrabban hangzik el a mi nézőink részéről. Ugye nekünk nem csak magyar nyelvű csatornánk van, hanem egy legalább ennyire nézett angol nyelvű csatornánk is, és a leggyakrabban feltett kérdés ott, az angol nyelvűn, hogy mi a különbség az alabáj és a közép-ázsiai juhász között, ugyanis a Nyugat-Európában, főleg angol nyelvterületen abszolút keverik ezt a kettő dolgot. Van különbség közöttük, nincs különbség közöttük? Mi az önök véleménye? A véleményünk az, és nyugodtan beszéljetek többes számmal is, hogy ez két külön választandó dolog, az alabai és a közép-ázsiai. Nem teljesen külön, viszont a mi véleményünk az, hogy az alabai, mint olyan, az egy a közép-ázsiai területeken, hatalmas területeken megtalálható ősi pásztorkutya, ami a mai napig nyájak mellett dolgozik a pásztorokkal, és igen kemény munkát végez. A közép-ázsiai juhászkutya, mint olyan, szintén nagyon kemény munkát végez, viszont ő nem abban a területen, ahol az alabaj. Ez egy urbanizált, pásztorkutya múlttal rendelkező, de már mégiscsak inkább egy őrkutyának mondanám, már az Ázsiát is. Viszont itt annyit szeretnék hozzátenni, hogy annyira talán nem ment el az agresszív őrkutya irányába, mint a kaukázusi. Legalábbis mi ezt tapasztaljuk. Egy kicsit finomabb viselkedésű, sokkal szolidabb temperamentumú kutya, mint a kaukázusi, főleg amikor az emberagresszióról beszélünk.
ellentétben a dogagresszióval, ami talán pontosan ennek a fordítottja. Én azt gondolom, hogy van különbség alabaj és közép-ázsiai juhász között, viszont nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem azt, hogy a kettő közül esetleg melyik a jobb, vagy melyik a kiváló kutya. Jó, hát részben meg is válaszoltam a második kérdésemet, mert a másik leggyakrabb, szintén angol száz oldalról feltett kérdés az, hogy mi a különbség a kaukázusi juhászkutya és a közép-ázsiai juhászkutya viselkedése között. A kérdezők egyébként többségében azt sem tudják, hogy a mai kaukázusinak már gyakorlatilag semmi köze a egykori pásztorősökhöz, hiszen tulajdonképpen egy szovjet fejlesztésről van szó, hiszen a kaukázusi kifejezetten gulág őrző kutyának és katonai célú kutyának tenyésztették ki. Tehát mi a különbség a kettő fajta vérmérséklete és temperamentuma között? Amit mi a mi kutyáink között látunk, az, és ez már kölyök kortól, szinte 8-9-es kortól ez már meglátszódik, hogy a kaukázusi juhásznál sokkal intenzívebb az ember felé mutatott agresszió, a temperamentum, az idegen emberrel szemben egyszerűen nekünk olykor döbbenetes, hogy a kutya milyen fiatalon már fellép az idegenekkel szemben. Ellenben az Ázsiával, ahol nálunk az eddig született 9 kölyökből talán egy volt, ami már fiatalon az emberekkel szemben is rendkívül elutasító volt az idegenekkel szemben. Ő eleinte nálunk inkább az állatokkal, az idegen állatokkal szemben volt a probléma, főleg a kutyákkal szemben. Ez biztos, hogy egy lényeges különbség. És ha a felnőtt kutyáinkat nézzük, azt kell mondanom, hogy ez megmarad a későbbiekre is. Tehát jól értem a szavait, hogy ha idézőjelbe téve, hogy a kaukázusi az inkább emberagresszív és semlegesebb más kutyákkal kapcsolatban, vagy ezt így nem lehet elmondani, és ezzel szemben az ázsia, tehát a közép-ázsiai juhász pedig, hiszen van küzdő múltja is, inkább kutyaagresszív, de pozitívabb az emberekkel szemben, vagy hogy kell ezt érteni? A pozitívságot itt mondhatjuk, hogy pozitívabb az emberekkel. Sokkal megbízhatóbb a közép-ázsiai akkor, amikor a gazda jelen van, és idegen érkezik mondjuk, vagy egy ritkábban látott vendég érkezik mondjuk a házhoz, az udvarra, vagy a területére. A kaukázusinál ez nem biztos, hogy annyira jól működik. Ott nem biztos, hogy megengedhető az, hogy a gazda az idegen közelében engedje a kutyát mozogni, mert a kutya sokkal jobban alertáltabb, úgymond sokkal jobban figyel az idegenre, és sokkal jobban ki van erre élezve. Viszont elfogadóbb talán a kutyákkal szemben. Ez valószínűleg a közép-ázsiainak a harci múltjából is következik, hogy a közép-ázsiai viszont nem. Nálunk ez az, ami már kölyökkorban is meglátszódott, főleg az ázsiai kölyököknél jött elő brutálisan az, hogy egymás között is úgy játszanak, és ez ilyen, hát játék, de közben azért idézőjelben ez harc is, hogy egy laikus az azt láthatja, hogy ezek a kutyák véresen harapdálják egymást, és élethalál harcot vívnak, ami nem igaz. Ez legalábbis nekünk ez úgy látszik, hogy ez születésüktől fogva, ez náluk így működik, és pár hetes koruktól 7 hónapos korukig ők csak így tudnak egymással játszani. Szóval annyi, hogy a kaukázusi juhász tapasztalatém szerint sokkal, hogyha a kutya és emberrel szembeni agresszióról beszélünk, meg a kutya és emberrel szembeni viselkedésről beszélünk, kaukázusi juhász alapvetően tapasztalataik alapján sokkal emberagresszívabb, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, míg a közép-ázsiai juhász sokkal kutyaagresszívabb. Nekünk ezek a tapasztalataink. Persze vannak benne ugye szélsőségek, de normál keretek között ez mindkettő kezelhető. Nálunk így is van, alapvetően nálam is a kutyák kisebb falkákban vannak szedve, szukával, kankannal, legyen ez kaukázusi vagy közép-ázsiai juhász. Viszont itt életkornak megfelelően is teljesen más az érés.
Én azt veszem észre, vagy mi azt tapasztaljuk, hogy a közép-ázsiai kutyáink sokkal korábban érnek, mint a kaukázusi juhászaink. A kaukázusi juhász tovább megmarad kölyöknek. Ugye nálunk nem divat ez, hogy a kutyákat már 3-4-5 hónaposan kerítésen keresztül hergeljük, meg ütögetjük nekik kenelrácsot, hagyunk nekik gyerekkort, hagyunk nekik időt, hogy felnőjenek. Ez igaz mindkét fajtára, és akkor szépen, ahogy érnek, úgy mutatják saját maguk, hogy hol tartanak, akár őrzésbe, akár bármilyen téren. Egy jó másfél évvel ezelőtt volt egy beszélgetésünk hasonló témakörökben Barta Lászlóval, és ő ugyanazt mondta el, amit én is tapasztalok, mert rettetesen sok üzenetet, levelet kapunk. Nekem, és cáfolja meg, hogyha ez nem így van, kérem, cáfolják meg, hogyha ez nem így van, kérem. Én azt tapasztaltam, és azt hallottam, hogy a kaukázusi juhász olyan értelemben dominánsabb, hogy könnyebben vagy gyakrabban próbálja meg átvenni úgymond a falka vezérséget a gazdától, vagy annak a családjától. Nem tudom, ilyet tapasztaltak-e, és mik a tapasztalatok ezzel a jelenséggel kapcsolatban, ha egyáltalán létezik. Nekem 4 éve van már meg egy kanom. Egészen kölyök korában dőlőre vittük ezt a dolgot, és nekem az a szerencsém, hogy azóta erre nem volt szükség. Tehát dominanciát nem is nagyon volt lehetősége mutatni, felém legalábbis. Másnak esetleg bármi tapasztalat? Hát igazából nekem most jelenleg van 4 kaukázusi juhászom, egy kan 3 szuka, ebből egy szuka, illetve egy kan, ami nem kölyökkorba került hozzám. A szukám, ő egy alacsonyabb fordulaton működő kutya eleve, ami nem azt jelenti, hogy nem őriz, teszi ő is a dolgát, ő 2 éves korába került hozzám, de alapvetően se a családdal, se velem szemben nem mutatott semmiféle agressziót, illetve dominanciát. A mai napig így van, egy teljesen kezelhető kutya, mind a mellett, hogy a területét makulátlanul őrzi. A kant, azt most hoztam nem olyan túl régen, 10 hónaposan. Ő egy keményebb dió, egy sokkal karakteresebb, mutat agressziót, mint saját területén, mint kint városi környezetben is kutyákkal, emberekkel. Nagyon kezelhető, hál' Istennek nincs ezzel probléma, viszont biztos, hogy nem teljesen lefutott körök ezek, mert körülbelül 3-3,5 hete hoztam el a kutyát, de azt tapasztalom, hogy 10,5 hónapos most már, hogy semmi ilyen jellegű, úgymond hatalom átvételt nem produkál a kutya. Szóval, ha jön hozzám valaki, neki előrizni a kutya, rászólok, abba hagyja, ha az utcán sétálok vele, és megpróbál esetleg agressziót mutatni emberre, állatra, rászólok, és az nem kell feszegetni, nem kell tépkedni, nincsen vele semmi probléma, nem forog rám vissza. Úgyhogy igazából én ezt nem tapasztalom, hogy így nagyon hatalom átvétel lenne, vagy bármi le akarná dominálni a gazdáját. Fiatal még persze, tudjuk, hogy egy 2 éves korára, a 2-3 éves kora között teljesedik ki a kutya, de amilyen agressziót mutat idegenekkel szembe, és amit mutat felém, körülbelül a második nap óta, mióta nálam van, nem gondolnám, hogy problémás ez a dolog. Ha normálisan van szocializálva, jó idegrendszerű, normális helyről való kutyáról beszélünk, akkor nem gondolnám, hogy így probléma van. Nyilván nem egy spániel, nem puha embereknek való, nem puha kezű gazdáknak, de hogyha megvan ez a kicsi már elcsépeltnek tűnő, de nagyon igaz dolog, hogyha következetesség megvan, illetve határozott kemény kezű gazdának a kezében van, akkor nem gondolnám, hogy problémát okozhat a kaukázusi juhász sem. Értem, nagyon szépen köszönöm. Visszakanyarodva a közép-ázsiai juhász kutyákra, én nagyon sokat járok kutyás társaságba, forgatásokra, baráti körbe, stb. 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 És azt tapasztalom, hogy van egyfajta sztereotípia nem csak a közép-ázsiai juhász kutyával kapcsolatban, hanem általában a keleti pásztor kutyákkal kapcsolatosan. Az emberek nem tudják azt, hogy ezek a kutyák többségében arra születtek, hogy részben önállóan lássák el a feladataikat, és nagyon gyakran hallom azt, hogy hát ezek egyrészt kezelhetetlen kutyák, másrészt a mai idézőjelben modern
értelemben ezeket semmire nem lehet képezni, ezek úgy csinálják a dolgot maguktól, és részben ezért veszélyesek is. Önök mit tapasztalnak? Mennyi tréningre, vagy oktatásra, vagy képzésre van szüksége ennek a fajtának, a közép-ázsiairól beszélünk, és igaz-e az, hogy ezek ilyen idézőjelben még egyszer modern értelemben képezhetetlen kutyák? Hát például az egy érdekes kérdés, hogy érdemes-e ezekkel a kutyákkal kutyaiskolába járni. Hát akkor megint átvenném a szót, hogyha lehet. Ugye én alapvetően munkakutyákkal kezdtem a pályafutásomat, német juhászokkal, és ugye szolgálati kutyáztam is, ezáltal elég jól belefolytam a kutyák képzésébe. Valóban a mai modern értelembe vett képzés nem ezeknek a kutyáknak a világa. Ami nem azt jelenti, hogy nem érdemes velük kutyaiskolába menni. Mert most a kutyaiskola számomra nem egyenlő azzal, hogy csak pályán, IGP sportba lehet megjelenni, vagy BH vizsgát lehet megcsinálni. Sőt, én laikusoknak, aki esetleg mégis úgy dönt, hogy ilyen fajtát választ, kimondottan ajánlanám is azt, főleg a kutya ovit, a szocializáció miatt, hogy ott esetleg nyilván tréner és tréner között is különbség van, de ott esetleg egy szakképzett embernek a felügyelete alatt tudja a kutyát szocializálni másik kutyákkal, emberekkel, és a későbbiekben nyilvánvalóan ez meg fogja könnyíteni a dolgát. És általában, hogyha készítünk egy fajta bemutatót, mindig el szoktuk mondani azt, hogy mi a véleményünk azzal kapcsolatban, hogy az a bizonyos fajta milyen típusú embernek, milyen körülmények közé való, és melyik az az embertípus, akinek egyáltalán nem javasolt. A közép-ázsiai juhász esetében hogy áll a dolog? Tehát önök, ha valaki egy kutyán gondolkodik, és próbál tudatosan gondolkodni, mit mondanának, kinek való a közép-ázsiai juhász, mint fajta? Nyilvánvalóan a kutyák egyedileg is eltérnek egymástól, és ki az az ember típus vagy életformájú valaki, akinek egyáltalán nem javasolnák? Mindenféleképpen olyan embernek való, akinek van egy erős karaktere. Szóval semmiféleképpen nem ajánlanám ezt a fajtát olyan embernek, aki alapvetően, és tényleg senkit nem megbántva, meg nem minősítve, csak nem találom lehet a megfelelő szót, gyenge embernek nem ajánlanám ezt a fajtát, mert ami ugye az előbb is elhangzott, hogy önálló, van ebbe a fajtában önállóság, nem kevés önállóság van, és hogyha gyenge emberhez kerül, akkor előfordulhat azért, hogy a kutyát túlzottan önállóan hagyja az ember, nem tudja kezelni, és a kutya felülkerekedik az emberen, pláne esetleg egy keményebb, egy határozottabb annak az esetében. Mindenféleképpen olyan embernek ajánlanám én személy szerint ezt a fajtát, aki tényleg egy határozott karakterrel rendelkezik, a szó jó értelmében keménykezű gazda, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy kezdőkutyásnak való lenne. Már csak a kutyának a fizikai erejéből, adottságaiból adódóan sem, mert úgy gondolom, hogy egy ekkora kutya, hogyha nem is feltétlenül rossz szándékú, nem is feltétlenül agresszív kutyáról beszélünk, nagy erővel bíró kutya, most egy teljesen kezdő gazdi, esetleg a divatos flexipórázva a hámmal kiviszi az utcára, és csak egy macska után elindul, nem fogja tudni kezelni a helyzetet. Értem. Úgyhogy mindenképpen csak határozott embernek és tapasztalt embernek. Péter, esetleg valami ezzel kapcsolatban? Én kiegészíteném ezt annyival, hogy ezek a kutyák kemény kutyák, és fura ez, de nem azt akarom mondani, hogy kemény embereknek valók, viszont fel kell készülni arra mindenkinek, akinek ilyen kutyája van, hogy ezek a kutyák bizony néha brutális dolgokat is csinálnak egymás között is, mármint nekünk szemre brutálisnak tűnő, és hogy beszéltük a videó elején, mikor a kölykök játékáról beszéltünk, hogy nem biztos, hogy minden szem vagy minden tudat be tudja ezt fogadni, hogy ezek a kölykök úgy játszanak egymással, ahogy a felnőtt kutyák úgy őriznek, úgy riasztanak el embert vagy másik állatot, ahogy ez brutálisnak tűnhet, mondjuk olyannak, aki mások fajtákkal, labrador, egy vizsla, puli, agarak között szocializálódott, ezeket a kutyákat ismeri jobban.
tűnhet úgy emiatt, hogy ezek a kutyák, mint ahogy a sztereotípiákban is halljuk rengetegszer, ezek a kutyák gyilkológépek, emberekre veszélyesek, gyerek közelében abszolút nem valók, és sőt, legjobb lenne, hogyha kint szaladgálnának valahol tőlünk nagyon messze egy hegyoldalba. Na ez az a dolog, amit elítélünk, mert ez nem a teljes igazság a kutyákról. Tehát jobb az, hogyha az ember látja, vagy hát belátja, hogy tényleg kell egy bizonyos fajta lelkület és egy bizonyos fajta hozzáállás magához, a kutyához, annak az ügynek az érdekében, hogy az ember teljesen jól együtt tudjon vele élni, és ez kölcsönös legyen. A kutya is úgy éljen, ahogy kell neki, meg az ember is úgy tudjon a kutyával együtt élni, ahogyan kell. Mi a vélemény? Szintén ebben a Barta Lászlóval történő beszélgetésben volt Barta úrnak néhány érdekes megjegyzése. Ő valahogy úgy osztotta föl. Bizonyos tenyésztők abszolút a kutyaharcok felé vittek el bizonyos vonalakat. Más tenyésztők gyakorlatilag ilyen abszolút őrkutya irányba vitték el a tenyészetet, iket. És az ő megállapítása az volt, hogy sajnos viszont a legnagyobb része a közép-ázsiai juhász tenyésztőknek ilyen abszolút munkaképtelen, hatalmas termetű, háromvödör méretű fejű kiállítás a kutya irányba. Önök hogy látják ezt, mint tenyésztők, és esetleg azt is mondják el, hogy önöknél mi volna a cél, milyen típusú és karakterű kutyáknak a tenyésztése? Az a meglátás, hogy ezt nehéz megcáfolni, amit a László mondott, mert valóban több részre szakad a fajta. Eleve ugye azért ez a közép-ázsiai juhász, mint fajta, egy heterogén állomány származását illetően, és ugye nagy területről, nagyon sokféle típusból áll össze. Igen, valóban tapasztaltuk mi is azt, én speciál saját kutyámon is, vagy saját kutyáimon is, van, amelyikben valóban sokkal intenzívebb a dogagresszió, sokkal nehezebb beilleszteni fajtába, vagy falkába, bocsánat. Érdekes, emberekkel talán ő a legbarátságosabb, legkedvesebb, már így a családdal a legsimulékonyabb. Igen, a kiállítási vonal, mint olyan, ezt tapasztaljuk, hogy előjött ennél a fajtánál is. Mint minden fajtánál, sajnos itt a megalománia. Minél nagyobb kutyák, minél nagyobb csontok, minél nagyobb fejek, és ez sajnos a használhatóságnak a rovására megy, mert még akár lehet, hogy ösztön is lenne abba a kutyába, lehet, hogy meg is van benne az a hajtómotor, az a hajtóerő, viszont fizikálisan képtelen arra, hogy végrehajtsa azt a feladatot, amire, hát nem is amire kitalálták, mert ugye urbanizált körülmények között ezt viszonylag nehéz végrehajtani nekik, de amit úgy elvárna tőle az ember. Ez a biológia, ezzel nagyon nem tudunk mit csinálni, egy túlcsontos, egy túlméretes, egy túlsúlyos kutya soha nem fogja tudni azt produkálni, mint egy kompaktabb méretű, jól izmolt, szikárabb kutya. Tehát nekünk a célunk alapvetően a tán lehet megvalósíthatatlan arany középút. Nagyon fontos a kutyáknak a teljesítménye, nagyon fontos a kutyáknak a tiszta idegrendszere. Alapvetően ugye nálunk mindannyiunknál családi körülmények között vannak a kutyák, szóval kell, hogy a kutyák itt a gyerekek között normálisan viselkedjenek, illetve az is, hogy az állatok között normálisan viselkedjenek, mindannyian tartunk ugye haszonállatokat is, viszont kell az is, igen, hogy őrizzen az a kutya. Nekem speciál, ami nagyon fontos, az arányosság, hogyha a küllemre kitérünk. Az arányosság nagyon fontos. Nem kell nekem 90 centi legyen az a kutya, nem kell vödörfejű legyen, legyen arányos, legyen jó mozgású, legyen jó anatómiájú, jó idegrendszerű, és alapvetően ezt céloztuk meg mi így a mi kis kenelünkbe, hogy megpróbálunk ilyen kutyákat előállítani, a csúnya szóval élve tenyészteni. Értem. Péter, én úgy tudom, hogy önök egyfajta ilyen karaktervizsga tesztrendszert is kidolgoztak. Nem tudom, ezt jól tudom ezt az információt. Esetleg, ha van ilyen, akkor tudna erről egy kicsit beszélni? A kezdeményezés maga az nem csak a közép-ázsiai juhászkutyára érvényes,
hanem úgy összefoglalólag a mai urbanizált környezetben élő idézőjeles pásztorkutyáknak, mint a kaukázusi, mint a kangal, mint a sárhegyi, és mint a közép-ázsiai is. Itt a célunk leginkább az volt, hogy megkeressük a kutyák között azt, aki, vagy amelyik a legalkalmasabb, úgymond, a mai világban az emberrel való együttélésre. És ami a nézőközönség felé volt a célzatunk, az pedig az volt, hogy megmutassuk, hogy a rengeteg negatív sztereotípia, ami ezekkel a kutyákkal szemben sajnos él, és veszélyezteti ezeknek a kutyáknak a létjogosultságát, az nem igaz. Megcéloztuk, tehát ha úgy veszik, akkor kettő aspektusból közelítettük meg a dolgot. Szerettük volna a tenyésztőket és ezeket a kutyafajtákat versenyeztetni egymással egy olyan szintéren, ami nem azt mondom, hogy még nem volt soha, de nem biztos, hogy konkrétan így próbálta valaki megvalósítani. Plusz szerettük volna a laikusoknak a szemét felnyitni, és egy teljesen más lelkületet adni ezek felé, a kutyák felé. Értem. És ezt önök rendszeresen csinálják ezek a teszteket, vagy ez egy egyszeri próbálkozás volt? Az első verseny volt idén szeptemberben, és ezt éves szinten legalább egyszer szeretnénk ismételni. Mi a neve ennek a rendezvénynek? Vagy még nincs? Cecei pásztor kutyás megmérettetés. Tehát cecei pásztorkutyás megmérettetés. Oké. Jó. Tehát sok kutyájuk van, többféle fajta, ugye beszéltünk kaukazusiról, közép-ázsiai juhászokról. A közép-ázsiai juhászokkal kapcsolatban mik a személyes tapasztalatok, hogyan viszonyulnak a fiatalkorúakhoz, gyerekekhez, milyenek kölyök korukban és milyenek felnőtt korukban ezek a Hát kutyák? ugye a kennelt, azt a mi kis kennelünket hárman csináljuk. Ez olyan szempontból is nagyon szerencsés, hogy három különböző életkörülmények, vagy szóval három különböző életkörülményhez kell, hogy alkalmazkodjanak a kutyák. Alapvetően mindenhol találkoznak háziállatokkal, mindenhol találkoznak gyerekekkel, de mégis mindenhol más körülmények között élnek. Abból kifolyólag is, hogy más és más vagyunk mi, mint emberek. Hát nekünk a kölyök kutya, vagy nekem, akkor mondom én, nekem a kölykökkel az a tapasztalatom, hogy igazából háziállatokkal semmi probléma nem volt. Időben oda kerültek hozzám a kutyák, abszolút nem próbálták bánni. Nyulak, kameruni juhok, illetve tyúkok között vannak. Nyulakat és a juhokat abszolút nem vadázták az első pillanattól. Igazából videóink között látszik is, hogy az egyik szukám éppen együtt eszegeti a kukoricát ott a juhokkal. Teljesen jó a viszony a házi állatokkal. Másik kutyákkal ez egyedenként változó volt. Volt, amelyik hajlamosabb lett volna, vagy hát jobban benne volt a dolg agresszió, volt, amelyik a kevésbé. Emberekkel kapcsolatban nekem az a tapasztalatom, hogy 7-8 hónapos korban kezdtek el úgy igazán az idegenekkel szembe agressziót mutatni. Még nem azt az igazi őrzést, viszont már észre lehetett venni, hogy nem családtag, nem barát érkezik. Három gyermekem van, a legidősebb 10 éves, legkisebbi 5 éves, mindegyikkel gond nélkül kint merem hagyni a kutyát, vagy kint merem hagyni a gyereket a kutyával, észszerű körülmények között, persze odafigyelek rájuk, de abszolút jól kezelik a gyerekeket, nem lökik fel őket, teljesen másként viselkednek velük, mikor örülnek, akkor is, mint egy felnőtt emberrel, óvatosabbak. Abszolút jók a tapasztalataim nekem ezekkel a kutyákkal. Azt figyeltük meg, hogy sokkal tisztább gondolkodásúak a kutyák, bizonyos esetekben mondjuk, mint az interneten található rengeteg, hát vagy tenyésztő, vagy nem tenyésztő, de mint az ő kutyáik. Gazda jelenlétében abszolút problémamentesek a kutyák, pici, de apró gyerek, egészen apró gyerekekkel szemben is, idegen emberekkel szemben is.
gyerekcsoport, vagy akár nagy tömegű létszám esetén velük semmi probléma. Amit mi jónak tartunk és jónak gondolunk, tiszta idegrendszerűnek végig ezeket a kutyákat, és azt gondoljuk, hogy ez a helyes. Mint felnőttnél, mint őknél, és pont ez az általunk megszervezett versenynek pont ez volt a lényege. Tehát a tiszta idegrendszert, a tiszta fejet mi úgy definiáljuk, hogy a kutya tényleg akkor cselekszik, amikor erre szükség van, és minden egyes idegennel, vagy éppen nem teljesen 100%-os idegennel úgy viselkedik, ahogyan kell. Nem pedig úgy, mint ahogy sok helyen látva a gazdák, inkább a gazdák szeretnének megfelelni a külvilágnak, meg saját magunknak azzal, hogy ilyen kifejezetten brutális, őrjöngő, vasrágó kutyákat csinálnak, hogy én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet megfogalmazni, és itt nem több éves, hanem pár hónapos kutyákról van szó. Tehát ezt abszolút rossz iránynak tartjuk. Ez az, ami mellett szeretnénk kardoskodni, és ez az a vonal, amit szeretnénk erőltetni és megismertetni az emberekkel. Értem. Az előbb azt mondta, hogy az önöknél tenyésztett kutyák pont úgy viselkednek, ahogy kell egy idegennel szemben. Hogy kell viselkedni egy közép-ázsiainak? Mi a természetes viselkedés egy idegennel szemben? Szóval alapvetően ezt megint egy kicsit vissza tudunk kanyarodni ahhoz, hogy ugye önálló fajta, nem önálló fajta, és nem feltétlenül csak közép-ázsiai juhászra gondolok. Abból induljunk ki, hogy itt kutyákról beszélünk, amelyek már nem vadállatok. És az eseteknek a nagyon nagy százalékában ezek a kutyák urbanizált környezetben élnek, nem kint óriás cseppéken, pusztákon, nyáj mellett. Ezáltal szerintem a fajtától teljesen függetlenül, ugye én úgy gondolom, hogy ezáltal elvárható ezektől a kutyáktól egy nagyfokú szociális viselkedés. Szóval értem én, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy hú, ez a kőkemény, óriási pásztorkutyák, és akkor itt mindenkit meg kell lenniük, és így tovább. Viszont ahogy halad az idő, és változnak a kutyáknak az életkörülményei, mint ahogy a miénk is természetesen, én úgy gondolom, hogy abszolút elvárható és megkövetelhető az, hogy aki egy ilyen kutyát tart, főleg, hogyha ezt utcára emberek közé viszi, akkor ez egy kezelhető kutya legyen. Ezáltal úgy gondoljuk, hogy a megfelelő viselkedés az, akár közép-ázsiai juhász, akár bármilyen fajtáról beszéltünk itt tényleg, hogyha én kiviszem a kutyámat emberek közé, közterületre, utcára, ne akarjon mindenkit elpusztítani ok nélkül. Szóval azért, mert valaki a túloldalon sétál egy szatyorra, legyen az egy idős néni vagy egy szolgáló kisgyerek, a kutya az ne ágaskodjon két lábon, és ne akarja megharapni, ne akarja megenni, ugyanis se fenyegetés nem jelent a számára, és semmi olyan magatartást nem tanúsít, ami miatt a kutyának bármilyen agressziót kellene mutatni. Igazából én úgy gondolom, hogy ez még a klasszikus, autentikus környezetben se volt elvárható a kutyáktól, hogy úton, útfélen bármi élőlénynek teljesen mindegy ember vagy állat, akármilyen távolságra van, támadják meg őket, és ész nélkül mindenkit csak el akarjanak pusztítani. Szóval úgy gondoljuk, hogy a megfelelő viselkedés az, hogyha a kutya akkor mutat agressziót, akkor őriz, mikor oka van rá. Teljesen mindegy, hogy ez területén belül, vagy területén kívül történik. Igazából ugye ez a kis megmérettetés, amit csináltunk, itt is nézzük a kutyáknak a védőkészségét, több próba is van erre, önállóan is nézzük a kutyákat láncra kikötve, gazda jelenléte nélkül, illetve a gazdára kivetített védőkészséget is nézzük pórázon. Pont emiatt, hogy mert sokszor megkaptuk már azt a dolgot, hogy jó, persze, mert nekünk jók a gyenge meg a puha kutyák. Nem, abszolút nem felelnek meg nekünk a gyenge és a puha kutyák. Igenis kell, hogy a kutyáink őrizzenek, legyenek agresszívak, amikor kell, és abban a mértékben, amennyire szükséges. Mert ez az önállóság úgy gondolom, hogy olyan szinten megkövetelhető és elvárható, hogy mikor a kutya egyedül van az ő területén, illetve mondjuk kint vagyok vele az utcán, és megtámadnak minket, igen, akkor cselekedjen önállóan. De hogyha én ott vagyok, és nem, nincs semmiféle fenyegetés ránk nézve, vagy a kutyára nézve,
akkor ne döntsön úgy a kutya, hogy bárkit megtámad, bárkibe kárt tesz, annak ellenére, hogy esetleg én ezt nem engedem neki, vagy tiltom. Akkor, ha jól értelmezem, ezek a célok, amit elmondott, amik szerintem valóban egy kutyatartóval szemben egy alapvető elvárás mondjuk a társadalom részéről, akkor ezek szerint a közép-ázsiai juhászokkal ez minden további nélkül elérhető. Tapasztalataink szerint mindenféle gond nélkül. Köszönöm szépen a válaszokat, szerintem ez nagyon sokat fog segíteni, hogy egy kicsit jobban megismerjék ezt a fajtát a nézők. Utolsó kérdésként egy látszólag ide nem illő, de részben mégis kérdést szeretnék a Deák úrnak feltenni. Mi elég sok videót készítettünk a Barta úrnak a Szelindek projektjével kapcsolatban. És én úgy tudom, hogy ön kettő kutyával is rendelkezik a Bartaféle szelindekek közül, ami ugye olyan értelemben nagyon érdekes, és ez az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól szeretném egy kicsit kérdezni, hogy itt ugye ez a kísérlet az arra irányul részben, és még számos egyéb dologra, hogy a pásztorkutyák pozitív tulajdonságait a molesszerek pozitív tulajdonságaival keresztezze valamilyen módon, tehát hogy ebből a keresztezésből a legjobbat hozza ki. Mik a tapasztalatok ezzel a két idézőjelben szelindekkel kapcsolatban? Én nem egy saját szelindeket szerettem volna magamnak, hanem abba állapodtunk meg, hogy én hozok el tőle kutyát, mikor az a kutya abba az állapotába lép, hogy esetleg kiadható, vagy van utána, vagy van rá érdeklődő, akkor ugye ő kiadásra kerül. Úgyhogy az egyik kutya így már nincsen nálam. Nekem teljesen jó tapasztalataim vannak ezekkel a kutyákkal, abszolút teljes jól kezelhető. Kettő kant hoztam én a Lászlótól. Igazából nagyon-nagyon különböző volt a kettő kutya, amelyik már nincs nálam. Ő egy sokkal simulékonyabb, sokkal embercentrikusabb, játékosabb, ugye hát kölykorba hoztam el, kutya volt, a másik még mindig nálam van, ő egy keményebb karakterű kutya. Amelyik már nincs nálam, ugye ő kiadásra került, ő a házi állatokkal is teljesen 100%-osan kompatibilis, kutyákkal, emberekkel, minden mellett nagyon jó védőkészséget mutatott, szóval teljesen jól őrizte a territóriumot. Aki nálam van, ő még azért is van nálam, mert ő egy keményebb dió, szóval őt azért bárkinek nem merjük kiadni, ő egy határozottabb gazdát igényel, önállóbb kutya, sokkal önállóbb, tapasztalhatóak nála a pásztorkutyáknak az óvatos viselkedésnek a jegyei, vagy a pásztorkutyás óvatos viselkedésnek a jegyei. Alapvetően rosszat nem tudnék mondani egyik kutyáról se. Én teljesen jó tapasztalat. Vannak, ugye hordom őket ki városi körülmények közé, annyi, hogy aki még nálam van, benne kicsit magasabb a zsákmány ösztön, szóval őt szoktatni kell mindenképpen állathoz, hogy össze lehessen vele rakni föld, az apró például baromkút, ezt szoktam hozzá. És inkább molosszeres jegyek ütköznek ki rajta, vagy inkább a pásztorkutyás tulajdonságok? Hát küllemre főleg molosszeres, én úgy gondolom, bár így igazából még majdnem azt mondom, hogy a kettő összekeverésében majdnem egy terrieres, mert sokkal szikárabbak, mint a molosszerek. Igazából természetre, ugye a csíkos kutya, aki már más gazdinál van, ott nem is tudom, szóval a házi állatokkal, az állatokkal kapcsolatosan, meg a falkásíthatósággal kapcsolatosan ott jön a pásztorkutya, ott erősen jön, mert ez nagyon könnyen megy nála, viszont én úgy gondolom, hogy a molosszerből jön ez a nyitottság, ez a nagyobb magabiztosság, szóval kevesebb óvatosság, inkább úgy fogalmaznék. A másik kutyába pedig ugye, amint mondtam, belőle jön ez a pásztorkutyás óvatosság. Szóval ő emberrel is úgy van, akit nem ismer, vagy ritkábban lát, mert főleg akit ritkábban lát, de ismerős is tudja, hogy nem ellenség,
de ő nem az a nagyon haverkodós típus, tartja a távolságot. Szóval a két kutya közt is óriási különbség van.